Vasárnap itt dől el a kétharmad sorsa. A Fideszes Koncz Ferenc országgyűlési képviselő váratlan halála miatt ugyanis időközi választás írta ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os választókerületében. A Fidesz és a KDNP Koncz lányát, Zsófiát támogatja, az ellenzéki pártok viszont a jobbikos Bíró László mögé sorakoztak fel. 10 éve volt önöknek arra, hogy elszámoltassák a Gyurcsány-féle korrupciót. Hogy lennék a Gyurcsány-Ferenc pártján? Én a lopás ellen vagyok. Óriási a hangulat szombat reggel a Szerencsi piacon, lufik, tollak. Szavazod Zsófiára, biztos? Szavazod! És még egy zsák krumpli is előkerült. Tehát ezt így most kitettük ide, szemléltetjük, hogy a vidéki településeken ott, ahol nehéz sorsú emberek élnek, a Fidesz hogyan próbálja megvásárolni az ő szavazataikat. A Fideszes Koncz Zsófia sajnos nem maradt túl sokáig, kiosztott néhány szár rózsát az árusok között, aztán elment. Még újságírói kérdésekre sem akart válaszolni. Nem haragudnak, mert tovább kell majd indulnom. És esetleg minden valamikor jót, a hétvégén. Minden jót kívánok. Hát meglátjuk, holnap már vasárnap van, úgyhogy... Akár ez, ma... Holnap délelőtt, hétfőn akár. A közös ellenzéki jelölt Bíró László mögött viszont az ellenzék országos nagyjegyű sorakoztak fel. Jobbikos, most már mondhatom azt, hogy barátaim kérték, hogy én is jöjjek. Bár most csak a borsodiaknak adatik meg a döntés és a cselekvés lehetősége, de az egész ország erre a körzetre figyel. Vagy az állampárt megerősíti, fenntartja a kétharmadát, vagy Bíró Lászlóra szavazunk, minél többen a körzetben élő Bíró Lászlóra szavaznak, és akkor egy szimbolikus győzelmet arathat az ellenzék. Nagyon nagy tehát a választás tétje, és ennek megfelelően alakult a kampány is. A Fidesz néhány hét alatt a semmiből építette fel Koncz Zsófiát, létrehoztak egy 15 000-es Facebook oldalt, elküldték a választókerület összes településére, ott volt minden szalagátvágáson, profi videóit YouTube és Facebook hirdetésekben tolták, és plakátok ezreivel árasztották el a választókerületet. Miniszterek és államtitkárok kampányoltak a jelölttel, Vastag Csaba énekest is bevetették, osztogattak élelmiszert és kedvezményes vásárt tartottak. Már eljutottunk oda is, hogy tegnapi napon ongán WC-papírt osztogattak az embereknek. Koncz Zsófia néhány éve jelent meg először a hírekben. Lássunk egy-egy példát a baloldali provokátorokra. Akkor még a Fidelitas alelnökeként indította el a Provokátor figyelő nevű kampányt. Ebben a Fidelitas ellenzéki aktivistákat akart listázni. Szabó Gábor, 3. kerületi DK-s aktivista, provokátor. De az adatvédelmi biztos rövid úton leállította a kezdeményezést. Koncz Zsófia később a washingtoni nagykövetségen dolgozott, hogy egészen pontosan mit és mennyiért azóta sem derült ki. Hát én megmondom őszintén, hogy ilyen mocskos kampányra szerintem senki nem számított ebben a régióban. Bíró Lászlót még jelöltetni sem volt könnyű. A Jobbik szerint a magyar hatóságok egy adminisztrációs trükkel próbálták ellehetetleníteni az indulását. A Jobbik neve végül nem is kerülhetett rá a szavazólapra bírói mellé. Ugye szeptember 4-éig lehetett képviselő jelöltet állítani. Szeptember 4-én még elvileg nem én voltam a Jobbik elnök a bíróság szerint. Fura módon szeptember 5-én már megkaptuk a hivatalos végzést is, hogy jogerősen is én vagyok a Jobbik elnöke. Hát van humorérzék a jóistennek, vagy ott valahol a hivatalban valakinek. A kormánypropaganda az az, ami teljes gépezetét elindít. És ahhoz képest, hogy egy olyan kampányt ígértek. Egy szár rózsát szeretnék. Köszönöm szépen, most talán nyilatkozom utána, jó? Köszönöm. Nem is az, hogy Bíró Lászlóról hazudoznak, mert ezt megszoktuk, hanem az, hogy magukat függetlennek tartó polgármestereket vezényeltek ki lakossági fórumokra, ezt én magam tapasztaltam, hiszen végigjárjuk az összes települést, és ezek a polgármesterek kijöttek fotózni. És nem engem fotóztak, hanem a lakosságot. Nézték, hogy ki van ott. Volt, aki konkrétan megfenyegette a megjelenteket, hogy nem lesz szociális segély, nem lesz közmunka. Tehát, mintha földesurak lennének ma a magyar vidéken, akik uralkodnak a nép felett és a kormány szolgálják, pedig azt gondolom, hogy fordítva kéne, a kormánnyal szemben is, ha kell, de a lakosságot kellene a polgármestereknek képviselni, őket most befogták Fidesz aktivistának. Bíró legnagyobb botránya abból kerekedett, hogy a kormánymédia előásta 2018-as Facebook kommentjeit. Bírónak nagyon meredek kijelentései voltak korábban. Többek között Judapestként emlegette Budapestet, valamint a környékbeli szállodák zsidó vendégeit tetűcsúszdásoknak nevezte. Bocsánatot kér? Én megtettem önmagamtól ezt a bocsánatkérést, mielőtt bárki még felszólított volna bocsánatkérésre, és nagyon bízom benne, hogy elfogadják a bocsánatkérésemet. Ha valaki így gondolkodik, az azt jelenti, hogy antiszemita. És azt pedig nem lehet magyarázni, és azt nem lehet csupán egy botlásnak tekinteni. Egy ilyen embernek egy helye a közéletben. Hirtelen feltámadt a Fideszben az antifasizmus, hát köztünk szóval azért én tudnék mesélni arról, hogy ez hogyan néz ki a valóságban. Tehát mondjuk Bíró László tudott elnézést kérni a madataiért, de mondjuk a Fidesz frakciónak nem sikerült elnézést kérni azért, hogy egy fotomontázson a Szálasi testére adták az én fejemet.
Én nagyon örülök annak, hogy Bíró László képes volt őszintén bocsánatot kérni ezekért a kijelentéseiért. Ez egy keresztényi magatartás, és az is egy keresztényi magatartás, hogy az ellenzéki pártok, pártvezetők ezt a bocsánatkérést őszintének vélték, és el is fogadták. Én meggyőződtem arról, hogy nincs benne semmilyen gyűlölet, semmilyen erőszak, ami bárkit fenyegetne. Abban biztos vagyok, hogy ő a parlamentben az baloldali cigány és zsidó embereket is fogja őszintén képviselni. Én hálásan köszönöm, hogy én lehetek az a jelölt, aki igazából az összellenzéknek a jelöltje. Az ellenzéki pártok leültek és vitatkoztak, nem pedig veszekedtek, ahogy tették ezt nagyon-nagyon hosszú ideig. És ez a döntés született. De azt el kell mondani, hogy nem csak egy hálás feladat ez, mint látjuk, ez a mocskos lejárató kampány, ez valójában mindenkinek az idegzetrendszerét áttáncoltatja egy kicsit. Bírni fogjuk ezt a dolgot, és végig fogjuk tudni csinálni. Nincs más alternatíva, tehát amikor a Fidesz benyújtotta ezt a választójogi törvényt, ami ma is hatályos, 2011-ben én ma akkor azt mondtam, az ellenzék vagy összeáll, vagy mindenki fog kapni. Ha mindig kikap az ellenzék, akkor ne induljon inkább a választáson. Ez az egymásra hangolódás, az ellenzéki pártok számára fontos közös értékeknek az elfogadásának a folyamata az megy tovább. Ez zajlik a tárgyalasztaloknál, készül a közös program, és 22-ben lesz egy egységes ellenzék, ami egy teljesen új képet a magyar politikában. Gyurcsány hozott egy olyan törvényt, hogy a buziskodást oktatni kell az óvodásoknak és az iskolásoknak. Maga könyvből hazudik? 2010-ben maga könyvből hazudik? Bocsánat. Orbán az első intézkedései között volt, amit eltörölt. Most mondja éppen a buzi kisebbséget. Önök tíz, bocsánat, a Fidesznél több meleg egyik pártban sincs.